én azt mondok a számmal, amit akarok, addig, ameddig más embernek a megölésére, megkárosítására, megveretésére nem szólítok fel. Hát ugye itt mi szabályoz? Tudjuk a emberi és polgári jogok nyilatkozatának a kulcs mondatát. Szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Ez szabályoz. Ez vezet minket. Ez azt jelenti, hogyha én senkinek nem ártok azzal, amit mondok, akkor nincs földi hatalom, amely megtilthatja nekem, hogy én azt kimondjam. Na most a helyzet a fogyasztással ugyanez. Én senki ember fiának nem ártok azzal, hogy elszívok egy füves cigit, akkor nincs földi hatalom, amelyik nekem ezt megtiltsa. Vagy hogy megegyek egy almát, vagy hogy megegyek egy körtét, vagy hogy megegyek egy barackot. És nincs különbség ezek között. Nincs különbség, mert én felnőtt ember vagyok, és egyszerűen jogom van eldönteni azt, hogy milyen kockázattal jár egy almának, vagy egy barackának a megevése. Az embernek a torkának adhat a mag, vagy bármi történhet. Nyilvánvalóan se csekélyebb a kockázata, mint a marihuánának, de ennek semmi jelentősége nincsen. Én egy felnőtt ember vagyok. Felnőtt ember, ami a legmagasabb kozmikus rang a létezésben. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, dr. BZMG-vel, V-ügynökkel és Melyik Ferivel. Mai napon sor kerül majd egyébként úgynevezett tré vagy true, fake vagy real játékunkra, amelyben a mai napon Puzsér Róbert kap majd két percet. Nem mondjátok még ki egyből, hogy tré, hagyj futtassuk ki. Illetvén szeretném bedobni egyébként... Nincsenek benne nagy kérdőjelek. Illetvén szeretném bedobni egyébként Kiszel Tündét is, ugyanebben az arénába. Ja, ez egyöntetűen mind a hárman. De mi erőt belecsapunk... Kisfiú hangú kislány. Az nagyon jó szöveg. És elérkeztünk végül a visszatérő jellegű, másik a 777-től talán picit eltérő műsor elemünkhez, ez pedig a tré vagy true, melynek során eldöntjük valamiről saját személyes véleményünk mentén haladva, hogy tré vagy true. Nem igazán szerettünk volna, én azt gondolom, egyikünk sem Puzsér Róbertről tré vagy true módon beszélni, de mivel lett egy ilyen kisebb hype körülöttünk, ami inkább mint média reakció izgalmas sem, mint a karakter, így bizonyos szempontból nem is kényszerűség, de azért véleményt formálunk erről illendőségből. Akkor, amikor meghalt Amy Winehouse, emlékszem, addig nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nem szeretem, nem érdekelt ez a karakter, megnéztem, belehallgattam sajnos halála után, és rápörögtem egy évig, csak Amy Winehouse-t hallgattam. Csak halála után találtad sajnos. Meg utána, egyik kedvenc figurám volt. Amikor először elbagót megláttam az interneten, a Koc című számában meghallgattam, nagyon tetszett, mert a basztáikkal pörgött, meg az egész ezzel a Nyomi Esztergomi Crew-val, ezért átléptem fölötte, majd utána sokkal később meghallgattam, és megdöbbentem, hogy mennyire jó, és azóta őt a legnagyobb magyar rapperek egyikének tartom. Amikor először találkoztam Puzsér Róberttel, megdöbbentem, hogy mekkora bohóc és semmit mondó alak, és amikor utána néztem, az rülök, hogy még mindig ugyanaz. Semmit nem változott. Akkor én rosszabbul jártam, most felkeltem 2 órával korábban, hogy utána nézzek. Rosszul tetted, nem szabad nagyon sokat. Rosszul tettem, és rosszul lettem. A két szempontból is teljesen megváltozott a róla alkotott kép. Egyrészt nem értem, hogy hogyan kerülhetett ő mondjuk egy ilyen véleményvezér per guru szerepbe. Úgyhogy zseniális szónak. Igen. Kettő, meg az, hogy még sajnos kellemetlenebb alak, mint gondoltam, és olyan vállalhatatlan nyilatkozatai vannak, ami... Milyen szempontból vállalhatatlan? Például a kedvencem azt a főpolgármesteri... Mondjuk az nagy sztori, mondjuk. Igen, a programja, a Sétáló Budapest, ami nem egy program, sajnos. Annak az oldalára posztolta ki valaki, a Puzsér és az arabok, az, hogy nagyon jól tette Muhammed, hogy megtiltotta
nekik azt, hogy alkoholt igyenek és disznót egyenek, mert hogy különben a saját szarjukból sem tud, vagy egy évmillió alatt sem tudnák magukat kivakarni a saját szarukból. Na. Ezek tehát a lovely boy. Tárgyakként, és nem pedig emberekként utalva rájuk, és egyébként az egésznek a hangvétele rettenetesen sértő. És ehhez hasonló dolgok, de beposztoltam még egyet a kis csoportunkba, az pedig egy régi, valószínűleg rádióadása lehet, ami én megmondom, az olyan vállalhatatlan kínos kategória, úgyhogy az életemből elvett 2 órát most, de megerősített abban, hogy jól tettük azt, hogy így reagáltunk. Hogy nem beszélünk róla? Most sem fogunk. Mert hogy sokkal vagy továbbra sem. Tehát sokkal kevésbé említésre méltó, mint ahogy ezt gondolt. Az az érdekes. Az én véleményem az, hogy nekem sajnos vannak olyan emberek, meg olyan megjelenők az interneten, akik egyszerűen a kommunikációs stílusuk miatt képtelenek átütni a falamat. Ilyen például Gulyás Gergely, ilyen például Szirmai Gergely, ilyen például Puzsér Robert. Ezt hallgatom, és egy perc után nem kikapcsol az agyam, mert nem tudom követni. És a Puzsér Robertnek egyszerűen nem tudok találkozni a munkásságában, mert annyira felidegesít ez a stílus. Bocsánat, nincsen munkássága. Szabadna megjegyeznem. Munkásság, szóval nem tudom megtalálni ezeket a izéket, mert ez az ordító stílustól egyszer tényleg engem nem tud megfogni, nem tudom. Szerintem abból a szempontból van munkássága, hogy nagyon, nagyon jól lehet látni azt, hogy mint én azt gondolom, hogy zseniális kommunikátor és közlő, és most ezt úgy értem, hogy egy jó szónok, nagyon ritka egyébként, bár kétségben láttunk már jó szónokat, nem egyet, meg nem kettőt, képes rátapintani, megint csak jó érzékkel, amúgy sokakat foglalkoztató társadalmi témákra, de az a bullshit halmaz, az a tájékozatlanságból eredő tömeg, amit utána rávarázsol, az rendkívül felelőtlenné teszi egyébként ezzel kapcsolatos közléseit. Igen, ez élő adás. Tehát alapvetően az, ahogyan... Bocsánat, ezzel kiegészítem, hogy elnéztem, nincs olyan mocsok, amiben ő nem fetrengett volna bele jó érzéssel. Hát a Budapest TV-től, az Echo TV-n át, a Hír TV, RTL, mindegy, az a lényeg, hogy bárhol 30 perc műsoridőt kapjon, nyilván hiszen meg kell élnie valamiből, úgyhogy fontos. Igen. De hogy gyakorlati produktum ebből egyébként a munkásságon mi születik, és az a döbbenet, ahogy állok a főpolgármesteri önjelölése előtt, az, hogy egyébként szintén sajnos most referálnom kell arra, amiket elmondott, hogy ha a szakértők azt mondják majd, hogy nem megvalósítható, amit ő kitalált, akkor nem fog érdekelni, mert hogy csak politikai akarat kell a dolgok megvalósításához, akkor nem lesznek szakértők, hanem majd ő keresztül viszi enélkül az akaratát. Nagyszerű ötlet, Budapest irányítását egy olyan ember kezébe adni, esetleg aki deklaráltan azt mondja, hogy onnantól, hogy hatalma lesz, onnantól semmiféle racionális érvnek nem fog a szavára hallgatni, hanem az lesz, amit ő akar. Szerintem kivágni a hittérítőből egy részletet, feldobni a YouTube-ra bármilyen saját hozzászólás vagy kontextus nélkül, végignézni, ahogyan egyébként 300-nál több kontent voltunk utána, és bocsánat, komment, amikor ránéztem benne a meggyilkolástól, a mocsokon át, csak hogy mondjam végig, mindezt moderálatlanul hozzászólás bármi nélkül bedobni, ez azt jelenti, hogy nincs időd ezzel foglalkozni, és nincs időd egyébként képviselőtestületi tagként, önkormányzati képviselőként szépen fokról fokra haladni, eljutni arra a kompetencia szintre, amikor azt mondod, hogy én menedzselni tudok egy világvárost, nem? Erre nincs időm, én belelépek a politikai térbe, ebbe a rettenetes vákumba, és azt mondom, hogy én ezeket megugrom, átlépem, én egyből főpolgármester szeretnék lenni. Nagyon sok sikert kívánok ehhez a kampányhoz. Ha volt bárkinek olyan álma, elképzelése, hogy a Tilos Rádió Hétterítő című műsora picit is bármilyen módon egyfajta elbaszott ellenzéki szerepet mimikázva maga elé majd beleáll ebbe a dologba, akkor az álom most ketté tört. Igen. Nincs ilyen, nincsen közös. És még egyetlen dolgot szeretnék ezzel aztán befejezem, nem az elit nézőpontjából kellemetlen Puzsér Róbert, hanem az underground szempontjából nézve érdektelen Puzsér Róbert, és ezért nem beszélünk róla. Tehát true, tehát tré, egyértelműen tré, és a még fék is. A fék vagy real tengen pedig akkora fék, hogy mutogat lenne boltba, hogy mekkora fék. Ja, sajnos ennyi. A komment nagyon-nagyon meleg. Tehát, belegondoltam, hogy én, hogyha Puzsér Róbert lennék,
és ezek az arcok lennének a kommentelőim, akkor nagyon gyorsan hát abba hagynám a tevékenységemet. Megmondom őszintén, Puzsé Robert kvázi rajongó táborának. Ott így csicskáskodnak, hogy jaj, de örülök, hogy kaptam egy szívecskét a mestertől. De visszahallgattam az ominózus részt. Én harmadszorra, negyedszer, ötödször is ugyanolyan jót röhögök rajta volt, egyébként, és hogyha én először hallgattam... Kisfiú hangulány. Kétségtelen borzasztó a hangom. De nem borzasztó. Nem lehet az ember, nem lehet megbántani, vagy megsérteni a tények közlésével, valóban a mellem is lóg, ezt is tudom, senki nem fog tudni vele megbántani. Olyan jó mellét vannak. Na, de hogy visszahallgattam, és hogyha én először... Először hallgattam volna, vagy hallottam volna a műsorból részletet, akkor azt mondom, azt a kurva, ez lehet? Hol van ez? Hol lehet ezt meghallgatni? Itt te! Istenem! Itt te! Hogy... Tehát, hogyha valaki nem tudja a helyén kezelni, az megint csak egyfajta. És még egyetlen gondolat, hogyha valaki szeretné... Ugye sok olyan volt, hogy milyen sok a hasonlóság közöttünk. Ha valaki szeretné a különbséget látni a hasonlóság helyett, akkor tekintse meg a YouTube alatti kommenteket és a hétérítő elmúlt 3 napjának Facebook oldalán található kommenteket, és annak mentén kialakuló vélemény diskurzust. Ha valaki azt gondolta, hogy a Tilos Rádióban bárkinek van joga arra, hogy megtiltson bármit, hogy kimondjon, akkor az annyira benézte ezt a rádiót, mint ebben az életben senki. Senki sem mondhatja meg, hogy miről beszélünk. Mi dönthetjük el, hogy ebben a rádió műsorról miről beszélünk, igen, és miről nem. KGB kimoderálását, ha most betelefonálnám, most kimoderálnám, KGB, arra kérlek, hoznánk, ne telefonáljál be. A verseidben meg főleg ne. És egy jó darabig ne, jó? Igen. Tudod miért? Mert nem vagyunk rá kíváncsiak. Én pontosan ugyanazt akartam mondani. Jó. Még egy dolgot szeretnék mondani, nagyon fontos azt a különbséget is megtenni, hogy a Tilos Rádiónak nincs egy egységes vélemény. Tehát ezek már csak az kéne. Véleményei, és azt, hogy most a Tilos Rádió kimoderálta Puzsér, ez nem... Nem Puzsér Robertet moderálta ki, hanem KGB-nek az idézetét. Igen, és KGB-nek én is szeretném megkérni, és soha többet, de egy darabig nem. Na, én azt gondolom, hogy mindent elmondtam ezzel kapcsolatban, valaki még további mélységeire kíváncsi, akkor a hétirítő Facebook oldalán tudja. Halló? Sziasztok, emlékeztek még Sebe ők Jánosra? Sajnos. Valami, aki beköltözött az állatkertbe. Filozófus. Pontosan. Csak ennyit akartam, hogy az ember, aki beköltözött a kertbe, aztán utána a Federikus Show-ba, és ott valami való világba. Na, hát ezt az embernek az életútját, életmunkásságát tudom párhuzamba állítani. Nem mondtam, ennyire maradandó. Így mutogatták, hogy ő a filozófus. Mi lehet vele vajon? Ennyire maradó nekem ez a másik, aki gyakorlatilag egy politikai bohóc. Sajnos, igen. Még a Fletó is többet tett le. Bár az is bohóc. Az is bohóc. Nyilván, persze, csak hogy... De kétségkívül legalább van egy politikai karrierje, még hogyha egyébként szánalmas is az egész, de van politikai karrierje. Igen, a másik az tényleg csak abból él, hogy van. Tehát egy múlt... Majd 2 héttel ezelőtt hétfő este van ez a Jövőkor nevű műsor a Tiloson, és a srác a social médiából kiragadott, vagy social média karrier befutott emberek szerepét vizsgálta a társadalmunkba, és az ilyen talmi, kamu csávók vagy hölgyeknek a karrierét, hogy hogyan lehet a semmiből megélni. Csak tudod, ezzel az a baj, hogy egyébként van olyan Magyarországi Egyetem, ahol egyébként Puzsé Róbert a meghívott előadó, és azon az egyetemen el tudja mondani, hogy az emberek szavazzanak Vana Gáborra. Hát ez... Tehát, hogy érted? Tehát, hogy a vákum, amiben érkezel. Egyetemről állít ki, bizonyítani illetőleg a magyar közéletről, és de ne legyenek kétségeink, tehát Boris Johnson, vagy akár Donald Trump, vagy Nigel Farage is körülbelül. Ja, ennek a karakternek jött el az ideje, kétség kívül, de nem itt nálunk. Igen, ti csináljátok azt, amit eddig csináltatok, az hiteles. Köszönjük szépen. Ciao. Ciao. Na és akkor, Kiszel Tünde, megmondom őszintén. Ki szeretné Kiszel Tündével kezdeni? Én kezdem. Kiszel Tünde. Szerintem Kiszel Tünde. Real. Kezdjük hát azzal, hogy real. Realnek real. Én azt mondom, hogy true, ráadásul. True. És én a Walt Disney-s naptárat el fogok menni, és meg fogom venni. Emberi méltóságomban bántott, megalázott meg élőadásban.
Ez nem volt etikus, nem volt korrekt, és megmondom őszintén, életemben még ennyire durván, otrombán nem bántott meg senki. Tehát nem tisztelte bennem sem a nőt, sem az édesanyát, úgyhogy ez nem volt fair.